Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tett pontot a himnusz végére. Az utóbbi három évtizedben ez a dátum jelzi a Magyar Kultúra Napját. Ha meghallod a kultúra szót, ne csak könyvekre gondolj. A kultúra nem egy nép írott és íratlan hagyományát jelenti, hanem azt a módot, ahogyan egy adott közösség gondolkodik. Azt a világképet, amelyben önmagát meghatározza és az egyetemes emberi kultúrában elhelyezi. Röviden a kultúra arra a kérdésre válaszol, hogy kik vagyunk mi. Ahogy egy egyén számára a ki vagyok én tisztázása létfontosságú, úgy a nemzet számára a kik vagyunk mi kérdésre adott válasz jelenti az önazonosságot. Tegyük fel hát a kérdést. Mi a magyarság? Kik vagyunk mi, mint emberi közösség? A válasz nem egyszerű, mert a kérdéshez a 19. század során hozzákapcsolódott egy másik problémakör is. Honnan jöttünk? Nagyjából 200 évvel ezelőtt kezdte érdekelni az európai népeket az ősi eredetük. Úgy érezték, a nemzeti önazonosságuk alapját az jelenti, ha tudják, hogy honnét indultak. A magyarság számára különösen nehéz, és máig sok vitát gerjesztő kérdés a származás. Történelmünk korai szakaszában rengeteget vándoroltunk, és ez idő alatt számtalan kulturális és politikai hatás ért bennünket. Olyanok vagyunk, mint a cseppkő, amely nagyszerű formáját évezredek alatt vette fel, a rárakódott anyagokat molekulánként magába fogadva. Ha valaki nagyon akarná, meg tudná keresni, hogy honnan ered a cseppkő. Csak fognia kell egy kalapácsot, és visszabontani a mészkövet egészen a barlang mennyezetéig, ahol a kis résen át beszűrődik az esővíz. Boldog lenne, mert megtalálta a forrást. És szomorú, mert közben elpusztította a cseppkövet. A magyarság önazonosságát egy centiméterrel sem viszi előbbre a jelenleg is nagy hévvel folyó eredetkutatás. Hiába dúrunk fel sírokat Ázsia belsejében, hiába ölünk százmilliókat a DNS kutatásokba. A korai magyarságról három dolgot elég tudni. Egy kis lélekszámú ázsiai nép voltunk. 896-ban érkeztünk a Kárpát-medencébe. Nyugati szomszédaink keresztény államok voltak, akik nem tűrték meg maguk mellett a pogány idegeneket. Első királyunk, miután rendet teremtett, nagy lépésre szánta el magát. Keresztény államot alapított. Erre emlékezünk, amikor augusztus 20-án megünnepeljük Magyarország születésnapját. És amint elérkezünk ide, az államalapításhoz, magunk mögött hagyjuk az eredetkutatás zavaros erdejét, és tisztán látjuk a választ, a kik vagyunk mi kérdésre. Mi vagyunk az egyetlen nép, amely fölé tudott emelkedni a nomád ázsiai tömegnek, s a kereszténység felvételével egy magasabb szinten volt képes újjászerveződni, vagy ha úgy tetszik, újjászületni. Yeah.
az István király által alapított országot 500 év után egy kulturális szökőár söpörte el, a török betörése. A szakrális Magyarország, mint szent közösség az 1526-os mohácsi vereséggel, Buda 1541-es elfoglalásával és az ország három részre szakadásával megszűnt. Azóta sem tudtuk újjá teremteni, pedig küzdöttünk érte, nem is keveset. Erről szól a következő rész. Száz éve küzdünk a magyarság önképének helyreállításáért. Ráadásul ennek a fél évezrednek nagyobbik részét mindenféle idegen megszállás alatt szenvedtük végig. Tatár, török, osztrák, német, szovjet. Nem csoda, hogy történelmi emlékezetünk elsősorban a harcos hősöket emeli magasra. Ha egy kívülálló végig tekint nemzeti ünnepeinken és megemlékezéseinken, azt a következtetést szűrheti le, hogy a magyarok egész történelmük során mást sem csináltak, csak a függetlenségükért harcoltak. Idővel az elnyomás elleni küzdelem vált a magyarság új önazonosságává. Keresztényekből partizánokká lettünk. Legfőbb emberideálunk már nem is a szent közösséget alapító király, hanem a tömeget függetlenségi harcra buzdító forradalmár. Nincsen más remény, csak ha visszatér a költő, a forradalmár. Ki lehetne más, mint Petőfi? 170 éve építjük azt a legendát, amely Petőfi Sándort a végsőkig idealizálva tökéletes történelmi alakká, szinte messiássá emelte, aki még utolsó lehelletével is a nemzetét szolgálja. A segesvári harctéren sebesülten fekve, vérével írja a porba: hazám. Kardja törött, csákója mellől utolsó verseit fújja a szél, de szemeit még az égre emeli, hogy elmondja végső fohászát a szent Magyarországért. A nemzeti emlékezetnek ez a Petőfi kép kell, a sztár, akit vértanú halála miatt isteníthetünk, és mint szent erekjét magasba emelve körbe hordozhatunk, kihagyva az ideális képben nem illő életrajzi elemeket.
Ritkán hangzik el például az a tény, hogy Petőfi mindössze 3 hónappal, március 15-i siker után hatalmasat bukott a szabadszállási képviselő választáson. Történt ugyanis, hogy saját szülőföldje választókerületében kezdett kampányolni, de el sem jutott addig, hogy a beszédét elmondja. Hogy is van ez? A forradalmár Petőfi kell a népnek, a politikus pedig már nem. Mi történt? Mi változott 3 hónap alatt? A Petőfi 73 című film úgy próbálja felvázolni ezt a problémát, hogy 2 Petőfit jelenít meg. A politikust egy alacsony, tákolt emelvényen, a forradalmárt pedig magasan, egy díszes épület erkélyén. Vitájuk addig fajul, hogy a politikus lelövi a forradalmárt. Az alkotók ezzel jelzik, hogy szerintük Petőfi meghasonlott, szembe került önmagával. Pedig erről szó sincs. Nagyon is következetes volt. Ugyanazt mondta június 15-én, mint amit március 15-én. Épp ez volt a baj. A pesti tömeget vitte a lelkesedés, és nem gondolt bele, hogy az ezrek által boldogan kántált nemzeti dal valójában egy szélsőséges uszítás. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére. Esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A szöveg Magyarországot szolgaföldnek mondja. A vérontást elutasító józan polgárt sehonnai bitang embernek bélyegzi, akinek a rongy élete egy fillért sem ér, amikor a haza becsülete a tét. Ez a szöveg valójában nem a felelős, igaz hazafiakhoz szól. Ez a szöveg nem tiszteli azokat, akiket megszólít. Egyszerű csőcseléknek tekinti őket, arctalan tömegnek, akik néhány ügyes jelmondat hatására fegyvert ragadnak, és kíméletlenül neki mennek az aktuális ellenségnek. Ugyanezzel a hozzáállással szólította meg a népet a szabadszállási választáson. Ne várjátok, hogy én titeket magasztaljalak, mert akkor szemtelenül hazudnék. Becsületemre mondom, hogy ti nem vagytok remek emberek. Vagy eddig legalábbis nem voltatok. Március 15-ig az egész Magyarország nagyon szolgalelkű, kutya alázatosságú ország volt, és ti ebben a virtusban közelebb álltatok az elsőkhöz, mint az utolsókhoz. Ha eszembe jut, még most is szégyellem magamat a ti nevetekben. Ugyanaz a tartalom, mégis teljesen ellenkező a fogadtatás. Hogy lehet, hogy a nemzeti dal sikert aratott, a választási beszéd pedig kudarc lett? Mi történt 3 hónap alatt? Igazából semmi. Csak Petőfi most végre találkozott a valódi néppel, aki jelezte, hogy a társadalmi változásokról alkotott képe még nem eléggé kidolgozott. De hogyan is lett volna kidolgozott? Hogyan várhatnánk kész politikai programot egy 26 éves színésztől? Petőfi 18 éves korában került egy vándorszínész társulathoz. Onnét kezdve életének minden szerepe a szószoros értelmében vett szerep volt. Költőként is szerepet játszott, amikor a népdalok nyelvén szólt. Újságíróként is, amikor népies ruhákban járt a Pest utcáit. Forradalmárként is, amikor a városi népet tüzelte. És politikusként is, amikor a vidéki népet hergelte. Még a szerelme is színésznő volt. Kellett neki a választási kudarc, hogy felébredjen és ledobja a szerepeit. Ekkor vetette papírra legérettebb művét, az Apostolt. A rajongói el sem akarták hinni, hogy ő írta. És valóban. Ha elolvasod, egy új Petőfit látsz benne, aki hátrahagyta régi szerepeit és sokkal mélyebb alapokra helyezte az egyénről és közösségről vallott gondolatait. Nagy kár, hogy egy év múlva meghalt. Filmünket azzal a kérdéssel indítottuk, hogy mi a magyarság. Hogyan élhetjük meg a hazafiságunkat mi, mai fiatalok? Kivel tudunk azonosulni? Mint láttuk, nem az Ázsiában nyugvó nomád ősapáinkkal, és nem is a forradalmát játszó színészköltővel. Akkor mégis, hogyan élhető meg egészségesen a hazaszeretet? A válasz közelebb van, mint gondolnánk. Konkrétan 3 méterre a suli bejáratától.
Ott függ egy emléktábla, rajta iskolánk névadójának, a vasminiszternek egy mondata. Minden állampolgár annyit ér, amennyit a közjavára tesz. Baross Gábor bölcs egyszerűséggel sugallja a megoldást. Cselekedj, alkos, tettekben éld meg a közösséghez tartozásodat. Nem feltétlenül kell a 10-15 milliós nemzetben gondolkodnod. Elég, ha azért a kis közösségért teszel, amelyben élsz, dolgozol, tanulsz.